A következő készülék egy Optoma HD 36-os, ennek látjuk a hátsó paneljét. Full HD 3D készülékről van szó. Nézzük a bemeneteket, kettő darab végé a bemenet és egy végé a kimenet, S-video, audio, azt mondja, hogy HDMI, DVI, a 3D-s szinkronizációs portnak a hely, akkor 12 voltos trigger, vászonvezérléshez, mikrofon bemenet, audio kimenet, audio bemenetek, és fontos, hogy USB 5 voltos tápfeszültség is van. A készülék szép állapotban jár hozzá, kettő darab fóliás akkumulátoros 3D-s szemüveg, egy mirror screen, még bontatlan 720p-s wireless jelátvívő. A gyári izója, ami 2800 óra körül van, viszont kapott egy új, fontos, hogy Philips izzót, tehát nem után gyártottat, valamint a készülék teljes mértékben takarításra került. Itt felnyitható ez az előlapi panel a készülék, bocsánat, rossz helyen fogom egy kézzel, azt mondja, hogy így itt található a függőleges lens shift, tehát a készüléket felle mozgatás nélkül, hogyha leteszem, akkor a képét el tudom mozgatni jelenleg a lens shift-tel. Ez telepítés közben ugye kinyitható, ettől nem áll le a gép, visszacsukjuk. Fontos, hogy nagyon jó optikával rendelkezik. Egész kicsire és egész nagyra fel tudja húzni a képet. Jelenleg most egy 2,2 méteres képen nézzük a készüléket. Szobavilágítás mellett. Természetesen jár hozzá a világítós távirányítója is. Szobavilágítás mellett nézzük a képet, és eco módban, tehát ez a kisebb fényerő, mindjárt ezt meg is nézzük. Itt a teljesen magyar menünk keresztül. Ez az új Philips izzó még 0 órás, itt látható, hogy eco-ban vagyok, de lekapcsolom most a világítást. Látható, hogy gyönyörű szép a képe. Nem egy kis Commerce Full HD 3D gép, de igazán itt fogja kiadni az előnyét. Megpróbálok valami színes jelenetet keresni, és akkor hát menjünk mondjuk ide a videóval. Akkor szépen látszik. Szép a fekete is, látható, hogy nincsenek foltok, pöttyök, ugyanis takarítva lett a gép. Csendes. Ugye a 5 voltos tápfeszültség miatt rátehető a mirror screen eszköz, amivel telefonról, vagy akár Windowsról, iOS-ről, MacBookról át lehet dobni a képet a projektorra. Az fontos megjegyezni, hogy ez olyan 720p-ig működik stabilan, vagy viszonylag stabilan, mert sajnos itt is beakad néha. Ez ilyen ajándékként, én nem helyezném a HDMI kábel elé még ezt a dolgot. Hogyha nagyon nem lehet megoldani a kábelezést, talán akkor, egyéb esetben pedig csak ilyen gyorsan megmutatni telefonról a többieknek a dolgot című történet szerintem. Nyilván vannak ebből jóval drágábbak. Ez egy olcsóbb darab.